koszorúzással, fáklyás felvonulással emlékeztek 1956-ra. Márki-Zay Péter beszédében kiemelte, Vásárhely ma a szabadság városa. Három üstben 300 adag tárkonyos palóclevest főztek. 20. alkalommal kínáltak meleg ebédet az önkéntesek. A Dunántúli, aki az Alföldnek szentelte életét. Egykori osztályfőnökéről készít dokumentumfilmet Pataki Béla. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek október 23-án Hódmezővásárhelyen az Örök Mécsesnél. A Nagy Imre sétányon beszédet mondott Jeszenszky Géza, volt külügyminiszter, Márki-Zay Péter polgármester és Nahimi Péter főigazgató. Az emlékműnél koszorúkat és virágokat helyeztek el a vásárhelyiek, majd fáklyás felvonulás indult a belvároson keresztül az emlékpontba, ahol Bornai Tibor író, zeneszerző önálló estjét hallgathatták meg az érdeklődők. Ma is erőt meríthetünk a hősök bátorságából és bajtársiasságából, hangsúlyozta Nahimi Péter ünnepi beszédében. Az 1956-os forradalomra emlékeztek hétfőn Hódmezővásárhelyen az Örök Mécsesnél, ahol az összevont kulturális intézmények főigazgatója is felszólalt. Ha úgy érezzük, hogy kevés az erőnk, amikor már-már félni kezdenénk, akkor gondoljuk mindig a pesti utcák névtelen hőseire, akik, amikor körülnéztek, hogy áll-e mellettünk valaki, akkor mindenhonnan csak a végtelen elszántságot, a lélek tisztaságát és az Úristen legyőzhetetlen erejét látták ott fényleni a társaik a többiek szemében. Márki-Zay Péter az 56-os hősök kapcsán kiemelte, hogy a szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. A polgármester szerint ma is ki kell állnunk hazánkért, mivel mi magyarok vagyunk 56 örökösei. Amikor az emberek megszűntek félni, és nem János Pál pápa, Szent János Pál pápa mondta először, hanem Jézus Krisztus mondta először, hogy ne féljetek. És ez a győzelem, a siker, a gazdagság, a jólét és a szabadság záloga, hogy ne féljetek. Nem véletlen Bibó is ezt tartotta a demokrácia definíciójának. Úgyhogy számunkra is ez az első, hogy ne féljünk. Ne féljünk kiállni városunk, országunk, hazánk mellett. Jeszenszky Géza a rendszerváltás után megalakult első kormánykülügyminisztere is felszólalt a vásárhelyi megemlékezésen. A történész hangsúlyozta, hogy az 56-osokhoz hasonlóan ma is a nyugatot és a demokráciát kellene választanunk. Nem igaz, hogy a forradalom elbukott. A forradalmat leverték, de az első két hétben 13 feledhetetlen napon keresztül a forradalom győzött. Az egész országban győzött, pillanatok alatt, itt Hódmezővásárhelyen is, a falvakban is. Az ünnepi beszédek és a főhajtás után fáklyás felvonulás indult az Örök Mécsestől a belvároson keresztül. Csak nem 300-an rótták le tiszteletüket így 56 hősei előtt. A menet az emlékpontig sétált, ahol Bornai Tibor írózeneszerző önálló előadását hallgathatták meg. A művész a forradalomról saját gyermekkori emlékeit elevenítette fel. Oda hallatszottak a ágyúlövések, a mi házunk is kapott. Tehát az az egyik központja volt a csúnya dolgoknak, és amikor én azokon az utcákon járkáltam, mint óvodás, aztán kisiskolás, láttam a falakon a belövéseket, azt hiszem, hogy én sokat szívtam be magamba abból a levegőből. Bornai hozzátette, az első emléke is a forradalomról van, és életére azóta is hatással van, amit kisgyermekként látott és tapasztalt. A megemlékezésről készült hosszabb összeállításunkat holnap este láthatják. Egy éve csökken a reálbér, így továbbra is kevesebbet ér a fizetésünk, mint 12 hónappal ezelőtt. 555.900 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a KSH friss tájékoztatója szerint ez 15%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó kereset középértéke 312.300 forintot ért el, ami 15,7%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. A reálkeresetek viszont 1%-kal csökkentek, mivel Magyarországon még mindig Európa rekorder az infláció.
A reálbércsökkenés egy teljes évet tart, februárban volt a mélyponton, akkor 19,6%-kal ért kevesebbet a fizetésünk. Májusban 3%-os, júliusban 2%-os reálbércsökkenést mért a KSH az augusztusi 1%-ot megelőzően. A reálkeresetek 1%-os csökkenése mellett a fogyasztói árak 16,4%-kal emelkedtek. Susánban a Klauzár utcai olvasókörben tartott vasárnap ételosztást az MMM és a Tiszta Vásárhelyért Egyesület. A 20. jótékonysági rendezvényen 300 főt tudtak vendégül látni egy-egy tál meleg ebédre. A szervezők tapasztalata szerint a havi jövedelmükből egyre kevesebben jönnek ki, és a kis segítség is sokat jelenthet azoknak, akik két hetente visszatérő résztvevői az ingyenes ételosztásnak. Vasárnap 20. alkalommal főztek az önkéntesek a vásárhelyieknek. Élethelyzete miatt már 300 ember veszi igénybe rendszeresen a segítséget. Az üstök mögött minden alkalommal ugyanaz az önkéntes, Celler Éva áll. Ugye elgondolkodtam a héten, hogy milyen jó dolog főzni, meg más embereket etetni. És sokan manapság nem szeretnek főzni, amit nem értek, mert a legkreatívabb munka. Tehát az, hogy egy jó ételt főzünk, az egy nagyon kreatív munka. És hát ilyen nagyban meg kitalálni, hogy miből mennyit, meg három is egyforma legyen, az is a... És a szóba, hogy szeretet, benne van, hogy etet. Hogy etetünk valakit, a szeretteinket, a családunkat, akár idegen embereket. És szerintem ennél jobb dolog nincs is. Nem csak a kiosztott étel mennyisége, de a csatlakozó önkéntesek száma is egyre magasabb. Sokan döntenek úgy, hogy támogatják nehezebb élethelyzetben élő társaikat. Nem mindig minden a legjobb, a legrózsásabb. És mi is voltunk olyan élethelyzetben, amikor például a szomszédnéni nem hozza át nekünk a kis káposztát, a kis csirkét, akkor karácsonyra nem tudunk mit az asztalra tenni. És mivel ezt is megtapasztaltuk, és most úgy gondolom, hogy hála Istennek most jól megy a szekerünk, ezért úgy gondolom, hogy ebből vissza kell adni. És kötelességnek érzem azt, hogy segítsünk. Személy szerint csak anyagilag tudok segíteni, mert nagyon sokszor nem vagyok itthon a munkámból adódóan, de úgy gondolom, hogy meg kell tenni, amit meg tudom. Márkizai Péter úgy látja, egyre több vásárhelyi küzd megélhetési nehézségekkel, és ezért emelkedik a vendégek száma is az ételosztó akciókon. Sok ember szenved most, ugye az árak olyan magasak lettek, hogy még nagyon jó nyugdíjjal rendelkező emberek is azt mondják, hogy már most egyre nehezebb kijönni hóvégéig a nyugdíjukból. Hiába hazudják azt, hogy 10-20% volt az áremelkedés. A nyugdíjasok valódi inflációja az mintegy 50%-os volt. Egyes élelmiszerek ára egy év alatt megduplázódott, 100%-os infláció volt. Más élelmiszerek 50-60%-kal emelkedtek. Tudjuk, hogy az üzemanyag is többszörösére drágult, úgyhogy nagyon-nagyon sok ember küzd a mindennapos megélhetéssel is. Azért, hogy a külterületeken élőknek és a mozgási nehézséggel küzdőknek is segíthessenek az önkéntesek, az ebédet házhoz is szállítják. Több mint 100 címre mentek ki vasárnap is. Valakinek ez nagyon messze van. Nem beszélve arról, akik a külterületen élnek, akár Szikáncson vagy Batidán, hogy őnekik is van igényük rá. És akkor elhatároztuk, hogy akik itt autókkal rendelkezünk, önkéntesek, segítők, azok vállalják, hogy kiviszik. És erre is óriási az igény most már. Szóval én úgy látom, hogy ez még mindig sikeres, sajnos, hogy szükség van rá, jobb lenne, ha nem kellene. A szervezők elmondták, hogy szeretnék télen is folytatni a jótékonysági akciókat, mivel a fűtési szezonban még több embernek lehet szüksége a segítségükre. A Dobó-Bibó Janáki utcák önkormányzati bérlakásait járta végig Márkizai Péter polgármester és Gyöngyösi Ferenc alpolgármester. 118 bérlakást érint az energetikai korszerűsítés, amiben a hőszigetelés, a nyílászáró csere és a melegvíz korszerűsítés is beletartozik. A HVS munkatársaival azt ellenőrizték, hogyan funkcionálnak a hőszigetelt ablakok és ajtók. A lakók beszámolói alapján elmondható, hogy felére csökkentek a fűtési költségek az új nyílászárókkal és a falak hőszigetelésével, összegezte a tapasztalatokat közösségi oldalán a polgármester. Vásárhelyen is szavazhatnak október 30-áig a 7 igenes alternatív oktatási népszavazáson, amelyet az Egységes Diákfront és az AHANG szervezett, miután egyik népszavazási kérdésüket sem hitelesítette a Nemzeti Választási Bizottság.
A népszavazáson online és személyesen is leadhatják a voksokat az ország 100 pontján, többek között Hódmezővásárhelyen, a Szabadság téren és a Kossuth téren október 27-én délután 14:30-tól, vagy minden megyeszékhelyen, továbbá Makón és Szegeden 11 helyszínen. A kezdeményezés célja az, hogy legalább 200 ezer ember részt vegyen rajta, eddig több mint 10 000-en adták le szavazatukat. Kozma János után Blazovics László professzorról készít portrét Pataki Béla. A Cseresnyés Kollégium nevelőtanárának most is van személyes kötődése, ugyanis gimnáziumi osztályfőnökének életét szeretné a nagy közönség elé tárni. A jól bevált koncepció marad, a hamarosan 80. születésnapját ünneplő levéltáros pályafutását, archív felvételek és az egykori tanítványok és munkatársak személyes vallomásaira építeni a dokumentumfilmes. Kamerája legutóbb a vásárhelyi levéltárban forgott, ahol stábunk is ott volt. A Dunántúli, aki az Alföldnek szentelte életét címmel készít újabb dokumentumfilmet Pataki Béla, aki most professzor dr. Blazovics László sokoldalú munkásságát szeretné megörökíteni az utókornak. Ő egy kiváló pedagógus volt, a Betlen gimnáziumban tanított 69-től 1980-ig. Három osztálya volt, én a másodikba jártam, tehát nekem osztályfőnököm volt 1973-tól 77-ig. 80-tól pedig Szegedre került, és a levéltárnak volt az igazgatója nyugdíjazásáig, és emellett jogtörténettel foglalkozott, nagyon sok kutatása van, rengeteg könyve jelent meg, tehát ilyen szempontból ő több rétegű, ja, és még a honismeretben is az egyik legfontosabb személy. Pataki Béla most is azt a koncepciót követi, hogy az érintettel még korábban rögzített beszélgetéseket és eseményeket az egykori diákok és munkatársak személyes vallomásaival egészíti ki. Presztószki Zoltán akkor ismerte meg Blazovics Lászlót, amikor 2007-ben a levéltárba került. Majd később a Szeremlei Társaság kapcsán is munkakapcsolat fűzte őket egymáshoz. Rendkívül alapos történészként ismertem meg. Annak idején egyetemistaként, tehát az ő művei is megkerülhetetlenek voltak a számomra. És tehát azt kell mondani, hogy nevéhez fűződik a megyei levéltári hálózatnak a kialakítása. Egyrészt tehát neki is köszönhető, hogy 5 fiók levéltár van a megyében, Szeged, Szentes, Csongrád, Makó és Hódmezővásárhely. Dr. Szabó Pál még joghallgató korában találkozott Blazovics Lászlóval, majd később kollégák is lettek a jogi karon. Az egyetemi oktató kiemelte, a szakmaiságot jól tudta fűszerezni humorral, egy jókedélyű kutatót ismert meg személyében, aki a közösségi életben is aktív szerepet vállalt. Igazából ami megfogott engem, az, hogy a professzor úr ugye történész végzettségű volt, és a középkor világában mélyült el, és mégis a jogi egyetemen találkoztam vele először. Tehát ez a fajta, mondhatnám ilyen mai szóval kicsit avittan, hogy humanista, tudós érdeklődés, vagy egy picit a reneszánsz embernek egy szelete, amit meg tudott mutatni így a mindennapjai során is, és akiket úgy közelebb engedett magához, ők jobban észrevették ezt a széleskörű érdeklődését. Pataki Béla fontos célkitűzése, hogy filmjeivel tanítson, megmutassa azt, hogy milyen értékes emberek éltek, illetve élnek környezetünkben. Blazovics Lászlóra kerek évforduló miatt is esett a választása, hiszen hamarosan 80 éves lesz. Nagy durranással indult az idei színházi évad a BFMK-ban. A Játékszín és a Székesfehérvári Vörösmarty Színház koprodukciójában láthatta a helyi közönség a 70-es évek sikerdarabjának, az Adáshibának az aktualizált előadását. Főbb szerepekben a Kossuth és Jászai Mari díjas Gáspár Sándor és a nyáron a Halhatatlanok társulatába választott Zsuzs Kati remekelt. Mi kezdett számára? Delfinek, hogy játszom. Senki sem mondta, hogy még. Történik napjainkban sajnos, így apostrofálta Szakonyi Károly saját darabját fél évszázaddal ezelőtt, amelyet tavaly ugyanezzel a mottóval aktualizált. Annó a televízió vonta teljesen bűvkörébe az embereket, ma már azonban a képernyőt és az okostelefont egyszerre bámuljuk, egymásra egyáltalán nem figyelve. Ez az előadás azért különleges, mert nem a megszokott
általános vagy commerce vígjáték műfaját követi, hanem én inkább ilyen abszurdnak, groteszknek nevezném. Ezt a műfajt én például nagyon-nagyon kedvelem, mert egy kicsit kell gondolkodni is közben, és közben meg nagyon rá tud világítani az emberi tulajdonságokra úgy, hogy miközben nevetünk rajta, azért szembesülünk magunkkal. Ki ezzel, ki azzal. Lévai Viktória Bódog család lánygyermekét alakítja az Adáshiba című komédiában. A kitörni vágyó lány végül ugyanazt a mintát követi, mint szülei, csak ő elsősorban a telefonról nem tudja levenni a szemét, míg az igazi tévérajongó családfő szerepébe a szentesi születésű Gáspár Sándor bújt. A Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes művész vásárhelyen a magyar színjátszás egyik nagy makói őséről is megemlékezett. Rendkívül nagy megtiszteltetés számomra, hogy Páger Antal után, természetesen többek után is ezt a szerepet megkaptam és játszhatom, és örülök, hogy itt játszhatom. Valóban ennek a világnak, ami 1970-ben Szakonyi által már nagyon pontosan megfogalmazódott, ennek a világnak nem lett vége, hogy elbeszélünk egymás mellett. Ki volt az? Megint valami pasas, valami horgász. Honnan tudod, hogy horgász? Olyan halszagabb. Bódog feleségét Zsuzs Kati keltette életre, akit idén nyáron nagy megtiszteltetés ért, mert beválasztották a Halhatatlanok társulatába. A darabban a többiekhez hasonlóan őt is elbűvöli a képernyő, ezért ő sem veszi észre azokat a csodákat, amikor a kerekesszékben ülő szomszéd talpra áll, vagy a víz borrá változik. Egyre inkább elidegenedünk mindentől és mindenkitől, és a világtól is. És itt most ebben a modern felfogásban meg aztán ez még jobban kijött. Nekem az volt a megdöbbentő, ugye, hogy régen, együtt nézték a tévét, és a tévénézés közben nem vették észre, hogy bejött Jézus az ajtón. Itt most ez a telefonügy, hogy bejött, már a tévét sem együtt nézzük, hanem a telefonunkat nézzük, miközben ülünk akár együtt a tévé előtt, de mindenki nyomja a saját telefonját, tehát nagyon sokat romlott a helyzet. Az Adáshiba című keserédes komédia nagy sikert aratott a vásárhelyi közönség körében. Ez az előadás volt az idei Besenyei Bérlet sorozat első bemutatója. Hallod, én is megkért az anyád, nyisd ki az ajtót! Vanda, nem kellene neked orvoshoz menni? Semmit nem lehet tőled kérni, megáll az eszem, komolyan! Az Adáshiba további részleteit a pénteki kulturális magazinban láthatják majd. A Vásárhelyi Televízió híradóját tekintették meg, most jön az időjárás előrejelzés. Hírműsorral szerdán jelentkezünk legközelebb 17 óra 30 perckor. Addig is ott vagyunk az online térben, friss információkért keressék fel hírportálunkat, a hotpress.hu-t, vagy látogassanak el a Vásárhelyi Televízió Facebook oldalára, illetve YouTube csatornájára. Köszönöm a esti figyelmüket, viszontlátásra!